Az értesítőket már mindenkinek kipostázták a június 9-i önkormányzati és EP parlamenti választásokhoz. A dokumentumban olvasható, hogy a szavazásra jogosult mely választás névjegyzékében szerepel, hol és melyik szavazókörben élhet választójogával. Érdemes ezt áttanulmányozni. A legtöbb helyen nincsen változás, de vannak olyan települések itt a vármegyén belül is, ahol új helyszínen fognak tudni szavazni, ez az értesítőből kiderül. Hogyha menet közben valaki lakóhelyet változtatna, vagy átjelentkezési kérelemmel él, akkor új értesítőt fog kapni szintén a Nemzeti Választási Irodától. Egyébként az ilyen típusú kérelmeknek a benyújtásához szintén ajánlom mindenkinek a figyelmébe a választás.hu weboldalt, ahol Ügyfélkapus azonosítást követően az összes választópolgári kérelem egy-két perc alatt kitölthető, majd egy tavalyi törvénymódosítás következtében egy-két másodpercen belül a tárhelyünkre meg is érkezik az ezzel kapcsolatos döntést. Tehát itt is igyekszünk a, a választópolgároknak az igényeit minél hamarabb és minél gyorsabban kiszolgálni. Visszatérve a szavazásra, tollat vihetünk magunkkal, de kapunk is csak tollal lehet érvényesen szavazni, tehát erre figyeljünk, és ahhoz, hogy szavazni tudjunk, az SSB tagja azonosítani fog bennünket, tehát egy lakcímkártyát és valamilyen érvényes igazolványt mindenképp figyünk magunkkal a szavazásra. Fontos, hogy aki eddig nem kapta meg az értesítőt, az a helyi jegyzőnél jelezheti azt. A kampányjal együtt az ajánlások gyűjtése is elkezdődött múlt szombaton. Erre a jelölteknek, illetve jelölő szervezeteknek két hét áll rendelkezésükre. Az ajánlási időszak az EP választáson május 3 az önkormányzati választásokon pedig május 6 tart. A helyi választási irodák három napon belül ellenőrzik ezeket, Legkésőbb pedig a bejelentéstől számított negyedik napon veszik hivatalosan nyilvántartásba a jelölteket és listákat. Kampányolni egészen a szavazás napján is lehet még. Ott már csak egy úgynevezett relatív kampánytilalom él a szavazás napján, vagyis hogy aznap már gyűlés nem lehet tartani, a a szavazókörök 150 méteres körzetében nem lehet kampánytevékes körzetén belül, nem lehet kampánytevékenységet folytatni. Az ajánlásgyűjtés az pedig ezt megelőzi, hiszen az ajánlásgyűjtés az majd április 20-án elindul, de annak van egy fix határideje, hiszen azt követően a megfelelő számú ajánlásgyűjtő jelölteket a választási bizottságoknak nyilvántartásba kell venni, akit nyilvántartásba veszünk, az felkerül a szavazólapra, a szavazólapról dönteni kell a bizottságnak, és azt követően ugye a nyomda is gyártja ezeket, és még a választás előtt ezeket ki is kell szállítani a szavazókörökbe. A június 9 i választásokon országosan mintegy 70 ezer jelölt indul. Ezért idén első alkalommal választási füzet is készült a jelöltek és a jelölő szervezetek számára. A szavazással kapcsolatos valamennyi információ a választás.hu oldalra kattintva részletesen is elérhető.